Sziasztok, The Simsologist vagyok, és ez itt egy különleges videó lesz, ugyanis elég régen találkoztunk már így szemtől szemben, viszont ennek is eljött az ideje, hiszen a tegnapi nap folyamán bejelentették a Sims 4 Season 6 Expansion Pack megjelenését, ami miatt nagyon-nagyon izgatott vagyok, főleg amiatt, hogy ez a videó születésnap a másnapján jött ki, úgyhogy én egy nagyon kellemes utószületésnapi ajándékként tekintek rá. Még mielőtt belevágunk és megnézzük az egész klipet egyszerre, majd utána részletesen kivesézzük, szeretném elmondani, hogy valamiért az az első kép itt soha nem akar éles lenni, és fogalmam sincs, hogy miért, már legalább 80-szor lejátszottam a videót, és nem történt semmi, de a későbbiekben kiélesedik, úgyhogy ne aggódjatok. Másrészt meg elég rosszak a fények itt körülöttem, mert szakad az eső odakint, ami miatt az autók is hangosabbak, és konkrétan éjszaka van így. Délben. Na nem baj. És levettem a hangot a videóról, mert minthogy ne vegye föl a videó felvevő a hangot, mert félek, hogy copyright dolgok miatt esetleg letiltanánk ezt a videómat, ami nem lenne túl jó. És azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani, szóval vágjunk is bele és nézzük meg a klippet. Kicsit lehet, hogy ubi, nem akartam legörgetni, szóval egy kicsit lehet, hogy beszélni fogok közben, mert úgy sem bírom ki, mint említettem, mert 16-szor láttam, és nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, csak nézzétek! Annyira jó! Istenem, alig várom! Mondjuk elég rossz így hang nélkül nézni zenével, sokkal-sokkal-sokkal izgalmasam. Imádom ezeket a ruhákat. Ez a csávó nagyon jól nyomja. Á, csajszi kevésbé, de nagyon aranyos. Imádom a házdekorációkat, és nagyon remélem, hogy azok, amik a tetőn vannak, azok olyan roof trimeknek számítanak, és nem egyesével kell felrakni őket, mert abba belebolondulnék. Kis szilveszteri puli, hálaadás, minden van, ami csak kell. Nagyon-nagyon-nagyon király. Mondjuk a jelmezeket nem tudom hova tenni, én sosem használok jelmezeket a szímeimre, de a méhészkedés is nagyon-nagyon izgalmasnak hangzik, és imádom, ahogy ez a srác reagál a különböző időjárási viszontagságokra, viszont ezt a madárijesztőt utálom. Nem nagyon szeretem az ilyen dolgokat a játékban, és persze mi lenne a Seasons kiegészítővel időjárás befolyásoló gépezet nélkül? Amúgy ez a csávó nagyon jól nyomja, én tutira meghaltam volna abba a villámcsapásba, de ő szupererős lett, és június 22-én érkezik, ami kevesebb, mint egy hónap, ami számomra óriási meglepetés volt, én azt hittem, hogy nagyjából megjelenik úgy ősszel, ahogy az összes expansion pack szokott, de nem. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok emiatt, és remélem, hogy most már évente két expansion pack is érkezik, mert számomra ez az évenkénti egy elég lassú. Én nagyon izgatott tudok lenni ezek miatt, úgyhogy boldog lennék, hogyha több lenne. De menjünk vissza a videó elejére, és nézzük meg, mit történik itt kapásból. Ezt a képet fogjuk nézni, ezt a gyönyörűen pixeles, borzasztó minőségű képet, és láthatjuk, hogy van itt egy üveg tető, ami miatt borzasztóan izgatott voltam. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy én a Sims 3-at nem igazán szerettem, tehát nagyon nem volt a szívem csücske. Egy darabig eljátszogattam bele, az elején még ugye nagyon újdonságnak számított a Sims 2-höz képest, szóval nagyon szerettem, de mire megjelent a Seasons Expansion Pack a Sims 3-ból, én addigra már ezt úgy letettem, tehát addigra már nem játszottam a Sims 3-mal, így soha nem játszottam azzal a kiegészítővel, pedig azt mondták, nagyon jó, úgyhogy én csak a Sims 2-höz tudok viszonyítani, viszont a Sims 2 Seasons-t imádtam. Az volt a legjobb kiegészítő ever, és ott is voltak üvegházak, és ott úgy működött az egész, hogy azt a tetőt, hát a tető eszközzel lehetett felrakni, tehát igazából bármekkora üvegházat készíthettél magadnak, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan tető lesz, mégpedig abból gondolom azt, hogy itt láthatjátok az egyik roof trimet felrakva, amit ugye a tetőkre lehet rakni, tehát nagyon sokan azt gondolták, hogy ez csak egy tárgy lesz, tehát egy meghatározott méretű kis kupola, amit felraksz, és letöröd a tetőt, és kész, de nem. Szerintem ez tökéletesen beltérnek számít, és üvegházként funkcionál. Egyrészt azért is, mert hogyha belegondoltak, télen csak üvegházba lehet növényeket termeszteni, és ugye a Sims-ben mivel lesznek évszakok, télen eléggé kipusztulnának, és hogyha ez csak egy elem lenne, akkor nem számítana beltérnek az egész, és a növények ugyanúgy kipusztulnának az üvegházba, szóval logika.
Tehát ez valószínűleg egy tetőeszköz lesz, ami pedig még pozitívum, hogy általában ezeket az új tetőtípusokat egy frissítéssel dobják a játékba. Az adott kiegészítő megjelenése előtt gondoljatok csak a 8 szögletű, 6 szögletű és 5 szögletű tetőkre, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum azoknak is, akik esetleg nem vásárolják meg ezt a kiegészítőt. Én már nagyon-nagyon várom, imádtam üvegházasat játszani a Sims 2-be. A másik, amit nagyon imádtam, azok az esőkabátok. Na de nézzük tovább a képet. A másik, amit itt látunk, hogy végre lesznek hinták a gyerekeknek, én ennek nagyon-nagyon örülök, mert annyiszor akartam már játszóteres dolgot csinálni, és annyira kevés ilyen játék van a gyerekeknek, mert mint például egy parkba, oké, oda tudtam rakni azokat a kis rakéta, vagy kalózhajó mászókákat, meg egy pár dolgot a tipegőknek, ugye a Toddlers Stuff Pack-kel, viszont olyan alap dolgok nem voltak a gyerekek számára, mint a hinta, a csúszda, az még mindig nincs, szóval arra még mindig várok, de hogy ilyen alap játszótéri dolgok nem voltak, ez nekem óriási hiány volt, szóval ennek nagyon-nagyon örülök, és később a videóklip során láthattok több színben is ilyen hintát, szóval király lesz, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg új növény fog érkezni a játékkal, ugyanis új kihívás, vagy nem kihívás, hanem karrier lesz, a kertészkedés karrier, aminek két ágazata lesz, az egyik a botanikus, ami valószínűleg a rendes kertészeti dolgokkal fog foglalkozni, a második pedig, bocsánat, szörcsolyom, szóval a második pedig a virágkötő lesz, amit láthattok, hogy itt a néni is foglalkozik a virágkötéssel, tök jó. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és biztosan lesz sorozat erről a karrierről, szóval kövessétek a csatornát. Itt nem látok semmi egyéb újat, így a virágkötő állvány és a hintán kívül. Esetleg ott lehet pár újdonság. Például ez a kis növénytartó. Talán ebbe is lehet növényeket nevelni, aminek nagyon-nagyon örülnék, de menjünk tovább, mert basszus. Hát ezt a másfél perces videót nagyjából fél óra alatt fogjuk megnézni. Nagyon-nagyon tetszik ennek a néninek az új haja, nagyon dús, nagyon szép, imádom, és ez a kis kötényke is nagyon jól áll neki, valószínűleg ott a háttérben levő elmosódott emberek is valami új dolgot viselnek. Csak én nem látom. Na jó, menjünk tovább. Itt már azért kicsit élesebb a kép, szóval örülök neki nagyon. Az egyetlen dolog, amire nem találtam választ eddig, mert nem voltak nagyon egyértelmű utalások így a trailerben, hogy vajon érkezik-e új világ ezzel a kiegészítővel, mert a trailerben eddig láttam a New Crestet, igen, New Crestet, és Oasis Springs-t, szóval azok nem igazán új világok, és hogyha lenne új világ ezzel a kiegészítővel, valószínűleg azt mutogatnak, de aztán lehet, hogy meglepetésként tartogatják. Itt ez a kép is eszméletlenül jó. Nézzétek ezt a mini kis medencét, ami csak arra való, hogy bent hűsöljünk, és mellesleg ez a néni elég bunkónak tűnik, hogy foglalja a helyet attól a kislánytól. Mellesleg a kislányon új fürdőruha található. A haj nem tudom, hogy új-e, mert van egy csomó hasonló hajunk, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy az. Egyébként csináltam egy próba videót, és tudom, hogy a szemüvegemen konkrétan tükröződik a monitor, meg minden. Remélem nem zavaró. Ez most úgy eszembe jutott a néninek a napszemüvegéről, ami nem mellesleg új. Na, szóval van egy új napszemüvegünk itt, és van egy gyönyörű, egyberészes új fürdőruhánk, ami miatt nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert nagyon szép, és ezt a medencét is imádom, és a háttérben láthatok új kanapékat, egy új dohányzóasztalt, ami valószínűleg ugyanígy négy egység nagyságú, és imádom, mert gyönyörű, modern, végre egy modern négy egységnyi dohányzóasztal, ennek külön örülök, ott van egy kis kosár valamivel tele, ami nem tudom micsoda, de feltehetően az is új, és itt láthatunk egy új napernyőt, aminek látszik az árnyéka, és így az alja, több nem, de az is nagyon király, mert nagyon modern, látjátok azt az új fürdőruhát, gyönyörű, és fogalmam sincs, hogy miért ilyen rossz a kép, pedig HD-re van állítva, mindegy, és váltunk képernyőt, és itt már hóangyákát csinál a menő sárga ruciában, és építik a hóembert a színek, aminek nagyon-nagyon örülök, imádok hóembert építeni, de az elmúlt években nem igazán láttam annyi havat, hogy egy
épp kézláb hóembert össze tudjak hozni. Mellesleg az a hóember ott a háttérben nagyon creepy, de a trailer során többfajta a hóember is felbukkanik majd, és láthatjuk, hogy vannak kedves hóemberek is, valószínűleg lehet váltogatni a kinézetüket, úgyhogy ennek nagyon örülök. Nagyon-nagyon szép, nagyon sok új téli ruhát láthatunk a játékban, és úgy gondolom, hogy egyébként annyi minden érkezik ezzel a kiegészítővel, hogy nem feltétlenül elvárható, hogy egy új világot is kapjunk, de hab lenne a tortán, ott látjátok a háttérben azt a cuki, általam piroskának nevezett hóembert, és közben szelfiznek ott vele a szimek. És nagyon menő volt a vágókép, hogy a hólapátolásból, aminek nagyon-nagyon örülök, a Sims 2-ben lehetett havat lapátolni, és valamiért engem ez nagyon-nagyon boldoggá tett. Fogalmam sincs, hogy miért. Illetve leveleket is össze lehet, illetve kell gerebézni, amit persze a csintalan kis gyerekek szétrombolnak. Vagy a csintalan kis ének, mert amúgy én is szétrombolnám, de tök jó volt ez a párhuzam a két évszak között. És imádom azt a kis epres kalapot, nagyon tetszik. Az a kis esőkabát is gyönyörű. Imádom az esőkabátot a Sims-ben. Pedig egyébként a való életben utálom, soha nem hordok esőkabátot. És az egy kis pöttyös csizma is nagyon aranyos, és örülök, hogy lesznek ilyen kis sáros pocsolyák eső idején, amiben meg lehet, hát, idézőjelben fürdeni. Továbbra is itt van az őszi kép, ahol ugrálunk a levelekben, illetve úgy látszik, vannak locsolók is, amiben lehet játszani, és biztos vagyok benne, hogy a kutyák és a macskák is tudnak majd benne játszani, hogyha valakinek megvan az a kiegészítő. És úgy látom, hogy egyébként Oasis Springs van a háttérben, ahogy látjuk, itt meg talán Newcrest, de nem biztos, úgyhogy egyelőre nem láttam új világot. Az előző képről nem maradtunk, de valószínűleg látni fogjuk ezeket az elemeket itt is. Úgy látszik, hogy lehet vízibombával dobálozni, ami nagyon király. Valamiért egyébként én akárhányszor játszottam vízibombával, az sosem durrant ki valakin, szóval úgy lepattanik az emberekről, úgyhogy nem igazán értettem a lényegét. Hogyha a lábukhoz dobjuk, mondjuk akkor jó. De egyébként örülök neki, hogy a szimek tudnak majd vele játszani, és itt látjátok ugyanazt a gyönyörű fürdőruhát, mint a piros verzióban korábban. Csak ez egy kék verzió, vagy szürke verzió, ki hogy látja, én imádom, és nézzétek azt a nőt ott a háttérben, egyébként ez a haj is gyönyörű, ez a trikó is nagyon menő az alanadrággal, de ott a háttérben, ha megnézitek azt a lányt, azzal a hát kivágott felsővel, azt nagyon izgalmas, nem tudom, hogy az a nadrág új-e, vagy nem hasonló textúrájú nadrág, azt hiszem van a játékban, úgyhogy nem merem biztosra állítani, a cipő egészen biztos, hogy nem új. Ott az a fürdőruci, amit már láttunk korábban a kislányon, és nézzétek azt a gyönyörű kontyot ott. Továbbra is itt az új trikó, és nézzetek oda! Piknik! Tudnak a szimek piknikezni, alig várom, imádom. Hú, tutira, elmegyünk majd egy parkba piknikezni. És amúgy, ahogy látjátok a hátteret, ez sem új világ, ez is Oasis Springsben van, vagy a másik alapvilágban, úgyhogy én nem látok esélyt arra, hogy új világot kapunk. Szegény bácsit elég erősen megdobták, nézzétek, de édes az a hóember, annyira cuki, az is nagyon szép, és nézzétek a hófötte óriási karácsonyfát, és azokat a lámpásokat a háttérben, nagyon-nagyon örülök neki. Az a sapka, imádom azt a sapkát, ő pedig úgy néz ki egy kicsit, majd ha végén megnézitek a képet, amit beraktak, mint ez a nem jut eszembe, Frozen című mesében nem jut eszembe be a magyar címe, de nagyon úgy van felöltözve, nagyon szép szín. És itt látjátok a kontyos kislányt nevetni a háttérben, és van pár Mikulás sapka is, ami tök jó, és a bojtos sapkák, és visszatért a jégkorcsolyázás is. A Sims 2-ben imádtam gyötörni a korcsolyázni nem tudó szimeimet azzal, hogy ráküldöm őket a jégre, és nézem, ahogy szerencsétlenkednek. És úgy látom, egyébként kaptunk ilyen jégkor is ruhákat is, tehát nagyon megadhatod a módját annak, hogy a szimjeid profik legyenek, és ahogy látjátok, ez sem új világ, úgyhogy én szinte biztos vagyok benne, hogy nem kapunk, vagy pedig direkt nem rakták bele ebbe a trailerbe, hogy nehogy túl lelkesek legyünk, mert mint ennél is lelkesebbek, ez az átlátszó textúra, ez nagyon szépen meg van csinálva, nagyon átérzi a szimünk a lényeget.
És a párhuzam, hogy van görkori pálya is, ami nagyon-nagyon király, valószínűsíthetőleg lesz majd erre egy külön telek típus, hogy görkori pálya, és megépíthetitek a saját görkori pályátokat, ami szupi. Ott látjátok azt a felsőt, amiről beszéltem. Elég extra egyébként, tehát így a visszafogottabb szímek nem biztos, hogy használni fogják. Az a trikó nem tudom, hogy új-e, azon a szímen viszont a haja az lehet, hogy az. Illetve ez a haj is lehet, hogy az. Az a haj is lehet, hogy az. Úristen, nem tudom, milyen hajak vannak a Sims 4-ben. Ciki. Na mindegy, menjünk tovább, van pár új falmatrica természetesen. Ups, itt egy kicsit, mintha rossz helyen pauzéztem volna meg a videót. De ez a felső szerintem tutira új, a nyaklánc a régi. És nézzétek ezt a házikot, ami Newcrestben van, tehát ez sem egy új világban van. Tökéletesen fel van díszítve, és az, amit mondtam az első végigtekintés alatt, hogy nagyon remélem, hogy ezek roof trimnek számítanak, és nem kell így egyesével felhelyezgetni a házakra, mert az nem lenne túl jó. Imádom ezeket a kis koszorúkat, amivel feldíszítették a házat. Nagyon szép kis falmatricák. Várjatok, kiélesedik? Nem, épp eltűnt. Hups, nem mindegy, nem tekerem vissza. Vagy visszatekerjük, visszatekerem. Hát ez nem jött össze. Várjatok. Oké, szóval visszatekertem. Nagyon-nagyon királyok ezek a falmatricák. Nézzétek, mennyi növény van a ház körül. Ott vannak ilyen... Oh, az lehet valami gyümölcsös láda. Vagy ilyen gyümölcstermesztő cucc. Mindegy, nagyon királyok azok a ládák. Ott a néni kertészkedik. És új postaláda van. Nézzétek azt a szivárványos postaládát. Tök menő. Új ilyen kis falra rakható váza növénykével, úgy látom, hogy új szőnyeg, új, hát, növény. Így ötötszörre is azt mondom, hogy növény. Ott is van egy kis virágzó fa, remélem, hogy tényleg virágozni fognak majd a fák a játékban, illetve egyéb dekorációkat is látok ott, de túl messze vannak ahhoz, hogy megítéljem, hogy pontosan micsodák. És akkor itt jön a nyári jelenet, nem tudom mi az a falon, de úgy tűnik, hogy ilyen kis szárított virággyűjtő lehet, de lehet, hogy nem. Nem tudom. És ott látjátok azt az új napernyőt egyébként, ami alatt üldögélnek a szimek, ott az új postaláda, a kis öntöző bigyó, a kis kosár, amiben valószínűleg kemping cuccok vannak, a háttérben egy kis pálmafás felfújhatós medence, ott van a hinta, és nagyon örülök, hogy van egy sima fa verziója is, vagy legalábbis egyszínű verziója. Valamilyen ünnep alkalmával ki van dekorálva egyébként a ház. Nagyon-nagyon király. És itt van az ősz, a Halloween időszaka, és annak alapján is van kidíszítve a ház. Láthatok ilyen régi elemeket, amik egyébként már benn vannak a játékban. Például ez jött a Halloween stuff pack-kel, spooky stuff pack-kel, legalábbis úgy gondolom, hogy azzal jött, bár valószínűleg így már berakják a frissítésbe, az is abból van, azok is abból vannak, úgyhogy ezek egy kicsit csalókák lehetnek, és örülök, hogy így, hogy már van seasons, egy kicsit értelmet nyer majd az a stuff pack, mert eddig nem sok értelme volt, tehát az évszakok nélkül Halloween tartani elég ratyi, én úgy gondolom, legalábbis a Sims 4-ben. És ugyanez volt az ingyenes karácsonyi cuccokkal is, néha használtam házépítéshez, de alapvetően semmi értelmük nem volt, mivel nem volt hó kint, nem volt meg, hogy éppen tél van, úgyhogy nem igazán tudtam, mikor karácsony tartani, nem lehetett ajándékozni, de ez most mind változni fog, ami nagyon-nagyon király, és ez is amúgy a Halloween Stuff Pack-kel van, úgyhogy egy kicsit csalóka, mert nem csak az alapjátékot használják a trailerben az adott kiegészítő mellé, és ez megvezetett pár embert azzal kapcsolatban, hogy ezt mondjuk miért nem kapták meg a kiegészítővel. Oké, menjünk tovább. Itt jön a tél, és megkupaszottak a fák, és nézzétek azokat a kis szarvasokat valamiből összerakva. Imádom azt a világító hóembert mellette a valódi hóemberrel, és a kis diótörök őrzik a házat. Lámpások. Imádom, ott fáznak, valószínűleg köhög az a szím, és ezek a karácsonyi dekorációk egészen biztos, hogy újak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépek. Alig várom, Istenem, azokat az égő sorokat nézzétek. Szuper.
az ott egy kocsi volt a háttérben. Igen, és itt van a karácsony, nézzétek annak a kis tipegőnek a vadonat új ruhácskáját, ami nagyon szép. Szerintem a harisnya is új amúgy. Az a haj is tök új, ez a haj régi. A felső lehet, hogy új egyébként, a gyerekek itt nevetgélnek. Nem tudom, hogy új-e rajtuk bármi, az a kis konty az egészen biztosan, és megint pont egy olyan alkalommal pauzéztem meg, amikor borzasztó a képminőség. Bocsánat, emberek. És itt látunk egy rakat ajándékot, ami nem volt bent az ingyenes frissítésben, viszont a karácsonyfa igen. A diótörő is benne volt, azok a kis gyertyák is benne voltak, viszont azok a kis rajzolt karácsonyi képeslapok nem, és azok nagyon jól néznek ki, illetve az a dekoráció is isteni. Ott is van valami világító kis gyertyás téma, és szerintem az egy új szekrény. És hát itt az új kanapé, ami nagyon-nagyon szupi, talán az egy új függöny, és imádom ezt az interakciót, hogy a gyerekek feldíszíthetik a karácsonyfát, és ott is látunk egy csomó téli rajzot a gyerekektől, és látni fogjuk, hogy lehet ajándékozni. Alig várom, imádtam ajándékozni a Sims 2-ben, nagyon-nagyon szupi volt, és most is az lesz, ebben biztos vagyok, és a háttérben ott látunk egy polcrendszert, ami nagyon király, és feltétlenül új. Elcsattant egy csók a fagyöngy alatt, ez ilyen nagyon klisé és nagyon klasszikus, illetve kapásból átugrunk egy következő ünnepre, ami szerintem a szilveszter, úgyhogy az új évet ünneplik a szimeink, és a haj nem új. A csajszín talán semmi nem új, bár esetleg az a ruha új lehet, tehát ez ugyanazt viselik, csak más színben, de a többi egyébként régi, és nem is várom el, hogy új smoking vagy ilyesmi járjon a játékhoz, és láthatunk egy csomó szép dekorációt, ezt már láttuk korábban, csak innen láthatjuk közelebbről, egy csomó kis freezer bunny van itt, legalábbis ebben a trailerben, ugyanis a korcsolyás jelenetnél is láthattuk. Nem tudom, hogy az a bárpult mögötti kis italbár az új, szerintem a régi csak egymás mellé van rakva kettő, és itt láthatjuk azt a gyönyörű, gyönyörű dohányzóasztalt, ami nagyon tetszik, és itt van ugyanaz a kis virágdekoráció, amit láttunk korábban. Kültéren szerintem a szőnyeg régi, viszont az az éjjeli szekrény új, és az a kis cilinder, és mi az, trombita? Nem trombita, hogy hívják ezeket a dolgokat, amiket fújnak szilveszterkor, nem tudom, de az is új, és eljött a hálaadás, valószínűleg azért van így telepakolva az asztal, közösen ül a család, ami nagyon jó. Imádom a családi dolgokat a Sims 4-ben, szóval én nagyon szeretek ilyen családi let's play-eket, gameplay-eket játszani, úgyhogy ehhez tökéletes lesz ez a kiegészítő, illetve ez a ruha tutira új, imádom. Ezt a sokkal, a tipegőn is új ruha volt, remélem elkaptátok, még itt van, az a kis cipő is tutira új, imádom, viszont ezzel a jelmezzel nem sok mindent tudok kezdeni, az egy nagyon szép kis virágcsakor a háttérben, kis őszi dekoráció, ott láthatjátok a pulyka rajzokat, ezek valószínűleg ugyanazok a tárgyak, mint a karácsonyinál, csak egy más színkombinációban. És itt látunk még pár jelmezt. Ez elég perversznek néz ki, ez a kis Mikulás bácsi-szerű bácsi. De láthatjuk itt a méhész bácsinak a felszerelését, ami tök szupi, hogy lehet méheket tartani. Remélhetőleg, vagyis én remélem, hogy a mézet el lehet adni, mert ebből egy tök jó Rex Story Cheese lehetne egyébként, de még fogalmam sincs, hogy milyen let's play-t fogunk csinálni ezzel a kiegészítővel, még addig ráérünk. És remélem, hogy egyébként a méhek meg tudják csipkedni az embereket, és esetleg meg is tudnak halni, mondjuk méhallergiában, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új tulajdonságok lesznek majd a szimeknek, például, hogy melegkedvelő vagy hidegkedvelő, és nagyon remélem, hogy itt is meg lehet majd halni abban, hogy megfagynak, illetve napszúrást kapnak a szimek, vagy hát így a gutaütést. Ott is egy freezerben láthatjuk azokat a kis virággyűjtő dolgokat, amiket korábban, és nem voltam benne biztos, hogy az háttérben a kis medence, meg itt ez a nagyon ijesztő, madár ijesztő, nagyon király a haja a srácnak egyébként, és itt ez a gonosz néni egy tök menő esőkabátban, aki befolyásolni fogja az időt, és
feltehetően azzal a szándékkal, hogy agyonrázom valakit. Az a haj is nagyon jó a srácon. Most megint rosszkor állítom meg. Nem tudom, miért lesz rossz a minőség, ha megállítom, na mindegy. Szóval, ezzel véget ért ez a kis videó, és itt látjátok őket kicsit élesebben, és szebben látjátok azt a nagyon király hajat, és lesznek esernyők a játékban, ami miatt nagyon izgatott vagyok, kis esőkabát, és itt van Elsa a hógolyójával, ez a kis konty nagyon királyul néz ki, és az a haj is eszméletlen jó, az az új napszemüveg, és nagyon tetszik, és a fürdőruha is. Szóval én már nagyon-nagyon várom, és egyébként olvastam erről a kiegészítőről a honlapom dolgokat, amit ti is megtehettek. A thesims.com-on nem tudom, hogy itt van-e link hozzá, ott vannak ilyen blogbejegyzések, és ott láthatok hivatalos információkat a játékról, és azt olvastam, hogy mi kreálhatunk ünnepeket a játékban, tehát testre szabhatjuk az adott ünnepeket, és azt a szimek ünnepelni fogják, és én miatt vagyok talán a legizgatottabb, mert nagyon király lesz, hogy végre húsvétot, karácsonyt és mindenfélét ünnepelhetünk a szimekkel, és valószínűleg ilyen partikat rendezhetnek majd, és szerintem úgy fog működni valahogy a rendszer, mint a klubok működtek a Get Together-nél, hogy beállított, hogy az adott ünnepen miket csináljanak, tehát például karácsonykor ajándékozzanak, díszítsenek fel, stb. És te határozod meg, hogy mik lesznek a pozitív interakciók az adott ünnepen, és melyik évszakban tartsák. Legalábbis én így tudom elképzelni, és nagyon boldog lennék, hogyha tényleg így lenne. Nos, remélem tetszett nektek ez a videó, és írjátok le kommentbe, hogyha kihagytam valamilyen új dolgot, így a kivesézés alól, amit esetleg nem vettem észre a videóban, és ti igen. És tartsatok velem a későbbiekben is, ugyanis az összes következő trailerről fogunk ilyen videót csinálni, ugyanis tudjátok, hogy az Expansion Packnél külön videókat raknak föl a bejelentésről, külön a gameplayről, a Build and Buy módról, külön az akármilyen funkciókról, például itt valószínűleg az ünnepekről fognak, úgyhogy még jó pár ilyen videó vissza van a kritizálással, illetve a kiegészítő megjelenése előtt, úgyhogy mindenképp tartsatok velem, de addig is legyetek jók, sziasztok!